Sokan mondjuk, hogy ilyen nyár talán még sose volt Magyarországon. Elképesztő meleg van, húzamos ideje tart a kánikula, nincs csapadék. A napi csúcs hőmérséklet jó ideje 30 fok felett van. A héten például 35-37 fokos forróság van. Minden szervezetet megterhel ez a meleg, a fiatalokét és az egészséges emberekét is. És bizony mostanság is könnyű megbetegedni, megfázni, elkapni valamit. Hogy miért? Hát nagy a szervezetet megterheli nem csak a meleg, hanem a hőmérséklet változás. Tehát magát a anatómiai, tehát az orrnyálkahártyát, a légutakat, és hát az ízületeket is. Maga a hőmérséklet változás, hőmérséklet csökkenés. Tehát, hogyha egy 30 fok, 35 fok után hirtelen 20 fok lesz, az megterheli a szervezetet. Ahhoz nem vagyunk hozzászokva. Vannak dolgok, amikkel szemben nehéz védekezni, mert egyrészt nem igazán vagyunk hozzászokva, másrészt nem kézzel foghatóak. Ilyen a meleg. Mit lehet tenni? Évekkel ezelőtt ilyen melegek azért nem fordultak elő, én azt gondolom, hogy 35 fok legyen Magyarországon, tehát jobban oda kell figyelni arra, hogy milyen fertőző betegségek fordulhatnak elő, egyéb más belgyógyászati jellegű betegségek, szív-érrendszeri betegségek, jobban oda kell figyelni a saját testünkre. Ezek a bizonyos jelek, amiket testünk mindig lead, csak figyelni kell rá, és főleg alkalmazkodni, figyelni rá, helyes válaszokat adni. Mediterrán országokban a nagy melegben sziesta idő van napközben. Korábban közép-európai turistaként azt gondoltuk mondjuk a görögökről, hogy ez valami ráérős turpisság, pedig már látjuk, hogy van benne ráció. Szóval nagy meleg. Hogyha nagy meleg van, akkor, akkor nagyon nehezen tudunk mozogni és ugye dolgozni is, de nem csak szabadidőben is nagyon nehéz, gyorsabban verhet a szívünk, tehát ez ugye a szív-érrendszeri betegekre lehet nagyobb hatással, fejfájást is okozhat, kiszáradást, tehát ha nem fogyasztunk elég vizet, normális körülmények között is okozhat problémát, de amikor nagy meleg van, akkor azért 2,5-3 litert meg kellene innunk. A kiszáradás tipikus jele, hogy lemegy a vérnyomásunk, gyorsabban ver a szívünk, fejfájásunk lesz, tehát kiszáradunk. Ez a szervezet számára rendkívül megterhelő, minden szervezet számára. Figyeljünk magunkra, és persze fontos, hogy hűtsük magunkat, de ez sem mindegy, hogy hogyan csináljuk, ezt is csak mértékkel bizonyos határok között. Erre a kérdésre, a klíma használatra pedig vissza fogunk térni.